Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy ebben a gyönyörű templomban adhatok elő. Az előadásomnak a témája az, ahogy Szakály professzor úr már elmondta, az, hogy a 1918-1920-ban bekövetkezett katasztrófának, Magyarország feldarabolásának milyen előzményei voltak 1848-49-ben, milyen tervek születtek már a nagy év során, ahogy Eötvös Károly nevezte annak idején, arra, hogy Magyarország éppen frissen helyreállt területi egységét ismét megszüntessék, illetve még egy kérdésre érdemes itt választ találni, nekem megvan erre egyébként a magam válasza, hogy az úgynevezett nemzetiségi kérdésnek a kezelése, vagy a félrekezelése, ezt idézőjelben mondom, ez mennyiben okozta, vagy mennyiben volt elindítója annak a folyamatnak, amely 1918-19-hez, illetve 1920-hoz vezetett. Itt a címképen mindjárt egy korabeli karikatúrát láthatnak, ez a Sárivári Macska Zene nevezetű első magyar humoros lapnak a karikatúrája, amin hát ugye az látszik, hogy az oroszok és a délszlávok, leginkább ugye a szerbek elkezdik földarabolni Magyarország térképét, és a háttérben pedig a Batthyány kormány miniszterei, Eötvös József, Széchenyi István és Deák Ferenc rémülten nézik, hogy mi történik, és ugye az egyik felosztó mondja a másiknak, hogy nem kell annyira köszörülni azt a bicskát, ez magától is szét fog esni előbb-utóbb. Ugye Magyarország már 48-49-ben sok nemzetiségű ország, az ország lakosságának több mint a fele nem magyar, ez akár Erdéllyel együtt, akár pedig Erdély nélkül igaz, és még hogyha levesszük a Horvát királyságot, amely bizonyos területi önállóságot, autonómiát élvez a magyar királyságon belül, még akkor sem éri el a magyar lakosságnak a létszáma az összlakosságnak az 50%-át. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy volt egy teljes egészében vagy túlnyomó részben magyar lakosságú állam, amelyet gaz kisebbségek elkezdtek felosztani, hanem arról van szó, hogy ugyan a legnagyobb nemzet és ugye az államalkotó nemzet a magyar volt, de nem alkotta a lakosságnak a többségét. Ugye önáll itt a, hát ugye kivetítettem, ezt nyilván nem lehet látni, a különböző arányokat, ugye ebből az derül ki, hogy a szűkebb értelemben vett Magyarországon, tehát Erdély nélkül, ugye Erdély és Magyarország uniója majd csak 48. júniusában fog bekövetkezni. A szűkebb értelemben vett Magyar Királyságban a legnagyobb nemzetiség a magyar után az a szlovák volt. Erdélyben ugye a legnagyobb nemzetiség a román volt, már akkor több mint 50%-ot, majdnem 60%-ot alkottak. És hogyha összeadjuk a magyarországi és erdélyi összlakosságot, akkor pedig a magyar után a román volt a legnagyobb. Az más kérdés, hogy eltérő politikai irányultsággal és eltérő igényekkel Magyarországon, tehát ugye a Királyhágón inneni részeken egyébként több román élt 1848-ban, mint Erdélyben. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ellentétben az erdélyi románsággal, amely szinte teljes egyöntetűséggel már 48 tavaszától, de 48 szeptember-októberétől teljesen, ugye a magyar forradalommal, az önálló magyar állammal szemben fogalmazta meg önmagát, és fegyveres felkelésbe is kezdett. A magyarországi románságnak a jelentős része az mindvégig támogatta a magyar forradalmat. A legnagyobb nemzetiségi képviselőcsoportot a Magyar Nemzetgyűlésben 48. júliusától kezdve a románok alkották, és ugye ott voltak a végnapokig, ott voltak egészen a szegedi, illetve az aradi napokig. 48 előtt már van egy magyar-horvát konfliktus, ugye kialakul az úgynevezett illír gondolat, ez gyakorlatilag a későbbi jugoszláv, tehát délszláv egység gondolatnak a horvát változata. A megalkotója a képen látható Ludewig Gáj volt, ez ugye nagyjából úgy szólt, hogy a délszlávokat, ugye horvátokat, szerbeket, bosnyákokat, montenegróiakat, stb. Ezeket egy nagy délszláv államban kell egyesíteni, és ennek az államnak természetszerűleg a vezetői a horvátok kell, hogy legyenek. Hát ugye mindig attól függ, hogy éppen ki fogalmazza meg ezt a gondolatot, mindig saját magára szokott gondolni, hogy neki kell ugye az integrációt nem csak megvalósítania, hanem vezetnie is. Azokkal a problémákkal, hogy itt három eltérő felekezettel lett volna dolog, hiszen ugye a horvátok gyakorlatilag 100%-ban katolikusok, a szerbek 100%-ban görögkeletiek, és a bosnyákok meg hát ugye jelentős mértékben muszlimok, ezzel a
az interetni vagy a interkonfessionális problémával, ezzel nem nagyon foglalkoztak. Ugye 44-től van egy komoly nyelvi vita, 44-ben a Magyarországgyűlés elfogadja a második törvénycikket a magyar államnyelv bevezetéséről. Ez ugyan Horvátországban nem kötelező, de hát a méretekből következően ugye a horvátok veszélyeztetve érzik magukat, annál is inkább, mert perspektívikusan a törvényben is benne van az, hogy hát azért a horvátok is jó lenne, hogyha megtanulnának magyarul. Nem akarják rájuk kényszeríteni a magyar nyelvet a horvát helyett, de egy államban vagyunk, hát ugye egy államnak nem nagyon lehet több nyelve. És emellett vannak komoly politikai nézeteltérések, ez ugye abból fakad, hogy a horvát nemzeti program az ugyan egy ugyanolyan liberális, 19. századi értelemben vett liberális reformprogram, tehát ugye a polgári szabadságjogok, a jobbágyfelszabadítás, törvény előtti egyenlőség, sajtószabadság, stb. Megteremtésére irányul, mint a magyar. De miután a horvát nemzeti mozgalom szemben áll a magyar nemzeti mozgalommal, ezért az országgyűléseken, ahol ott vannak Horvátország és Szlavónia követei is, a horvát és a szlavón követek jelentős mértékben a magyar konzervatívokat, tehát a kormánypártot, a kvázi rendi feudális, nem restauráció, hanem ugye a rendi feudális állam fenntartásának a híveit pártolják a különböző szavazásokon és egyebeken, és hát ugye azzal bosszantják egyébként a magyarokat, főleg 47-48-ban, hogy nem magyarul szólalnak fel, holott mindannyian tudnak persze magyarul, hanem latinul, és hát ugye ebből mindig ilyen komoly adókapok alakul ki. Na most ugye 48 tavaszán van egy teljes fordulat, ugye a márciusi forradalom, illetve az áprilisi törvények következtében megvalósul Magyarországnak a területi reintegrációja, ugye azért mondom reintegrációnak, mert gyakorlatilag a Mátyás, illetve a Jagellókori állam területét próbálják meg, hát persze nem az egészet, mert Nándorfehérvár akkor már nem hozzánk tartozik, de mondjuk a török alól felszabadított területnek a reintegrációját próbálják megvalósítani. Először visszacsatolják a Párciumot, tehát az Erdély nyugati szélén lévő törvényhatóságokat, amelyeket közjogi kapcsolat igazából nem fűzött Erdélyhez, majd pedig ugye 48 áprilisában megszületik a törvény Erdély és Magyarország uniójáról, de ez csak azután válik hatályossá, hogy május 31-én az erdélyi rendi országgyűlés is törvényt hoz erről, és június 10-én Innsbruckban az uralkodó 5. Ferdinánd ezt hajlandó szentesíteni. Van még egy terület, amit nem nagyon szoktunk emlegetni, ez az országnak a déli határszélén végighúzódó úgynevezett katonai határőrvidék, amelyet még a 17. század végén kezdtek el megszervezni, ugye a horvát, a szlavón területeken, illetve a Bácskától és a Bánságtól délre lévő területeken. Ez közjogilag ugyan a magyar fél mindvégig fenntartotta azt a fikciót, hogy ez Magyarország része, de effektíve, amióta a határőrvidéket megszervezték, ezt közvetlenül Bécsből az udvari haditanács, tehát a birodalmi hadügyek legfőbb irányítója, irányította és ez rendelkezett vele, ez gyakorlatilag egy katonai gyarmatnak tekintették. Itt ugye nem volt megyerendszer, nem volt kerületi rendszer, itt ezredrendszerben élt az itt lévő délszláv, többnyire délszláv, illetve román és német lakosság. Ugye a magyar fél szerette volna a határőrvidéket is visszacsatolni. Bécsben ebbe úgy mentek bele, hogy a belső szerkezetébe a magyar kormány nem nyúlhat bele, viszont a népképviseleti országgyűlésnek a választókerületi rendszerét azt kiterjesztették erre a területre is. Az más kérdés, hogy azt hiszem 2-3 ezred kerület kivételével sehol nem történtek meg a népképviseleti választások, részint ugye a horvátok elszakadási törekvései, részint pedig a kibontakozó szerb lázadás miatt. És hát akkor lássuk magát a nemzetiségi kérdést, ugye szerintem valamennyien tanulták annak idején általános iskolában, meg középiskolában, hogy hát ugye az volt a nagy baj, hogy a magyarok ugyan az áprilisi törvényekben megoldották a jobbágyfelszabadítást, a törvény előtti egyenlőséget, a sajtószabadságot, közteherviselést, bár ennek nem mindenki szokott általában örülni, de hát ugye a nemzetiségek kérdésével, a nemzetiségek követeléseivel nem foglalkoztak, nem adtak nekik kollektív jogokat, és gyakorlatilag ez vezetett oda, hogy ugye elszakadási törekvések jelentkeztek az ő körükben, és hosszú távon ez volt az, ami aláásta a történelmi Magyarországot, és ez vezetett
különböző áttéteken keresztül az első világháborút követő katasztrófáig is. Az első dolog, amit hangsúlyozni kell, ez az, hogy a nemzetiségi kérdésnek, tehát az egy államban együtt élő több nemzet vagy nemzetrész egymáshoz való viszony a politikai rendezésének, kicsit kacifántos a megfogalmazás, ennek a korabeli Európában nem volt semmilyen használható mintája. Tehát ugye egyedül Svájcot lehet ilyen módon említeni, de ott ugye nem volt egyetlen egy, hogy is mondjam, túlnyomó részt képező államalkotó nemzetiség, ahol három nagyjából egyforma entitásról van szó, amelyek hát ugye a tetejében területileg is jól elkülöníthetők, ott kevésbé problematikus ez a dolog. Magyarországon viszont ugye nem csak, hogy nagyon sok nemzetiség volt, itt ugye most, hogyha a legnagyobbakat felsoroljuk, a magyar mellett a horvát, a szlovák, a román, a szerb, ugye az ukrán, rutén, és hát akkor még nem beszéltünk a száz felé szétszólt németekről, vagy a betelepülő félben lévő zsidóságról, és a bánságban még voltak franciák, meg bulgárok is, tehát valóban egy nagyon sokszínű etnikai mozaikról van szó. Tehát Magyarországon ugye ezek nem voltak egymástól elválaszthatók, hiszen ugye, hogyha ránéznek egy ilyen korabeli etnikai térképre, akkor voltak persze mindegyiknek nemzeti törzsterületei, ahol tömbben éltek, de azért mindenütt ott voltak pöttyökben a többi nemzetiségek vagy nemzetek is. Tehát itt a területi elkülönítés az gyakorlatilag megoldhatatlan volt. Ugye Európában persze voltak minták arra, hogy hogyan kell kezelni a nemzetiségi kérdést, de nem kell különösebben kárhoztatni az őseinket amiatt, hogy nem ezt követték. Ugye elég a francia példára gondolni, ahol már a 1792-ben kibontakozó belső polgárháborúban, mondjuk a bretányi vagy vandéi vagy egyéb dél- és nyugat-franciaországi területeken, hát gyakorlatilag a francia köztársasági hadsereg etnikai tisztogatást folytatott, ugye ők találták fel a koncentrációs tábornak az intézményét. Tehát amikor 1989-ben megünnepelték a 200. évfordulót, akkor ezeken a területeken megjelenő helyi lapokban elkezdték lehozni azoknak a névsorát, akiket a francia köztársasági hadsereg ölt meg a polgári lakosság soraiból. Itt ugye több tízezeres vagy százezeres nagyságrendről van szó, és hát ugye a francia nemzetállam a továbbiakban is ezzel a fajta agresszivitással járt el a saját nemzetiségeivel szemben, legyen szó az iskolaügytől vagy a nyelvhasználat jogairól. Tehát ebben a tekintetben mondjuk a magyarokat olyan sok szégyen nem érheti. Vagy ott volt a másik, ugye az ír kérdés Nagy-Britannia területén, ahol ugye a derék angolok úgy gondolták, hogy az ír kérdést úgy kell megoldani, hogy a burgonyavész következtében az írek egyik fele éhen hal, a másik fele az meg majd kivándorol Észak-Amerikába, és akkor ott lesznek ugye a gyönyörű ír földek, ahol lehet birkát tenyészteni. Tehát azt gondolom, hogy emiatt sem lehet különösebben hibáztatni őseinket, hogy nem ezt követték. Vagy említhetem Otto von Bismarck herceget, aki a pózeni kérdést, tehát ugye a Poroszországhoz csatolt lengyel területek kérdését úgy gondolta megoldani, hogy talán legjobb volna kiírtani a lengyeleket, és akkor még ugye az oroszok nemzetiségi politikájáról nem is beszéltem. Az alapvető problémát egyébként az jelentette, hogy ugye azok a nemzetiségek, amik előálltak a maguk igényeivel, nemzetként való elismertetésüket követelték, beleütköztek a magyar politikai nemzet fogalmába. A magyar politikusok, és itt nem volt különbség, konzervatívok, mérsékelt és kevésbé mérsékelt liberálisok vagy radikálisok között, azt gondolták, hogy a nemzeti lét az feltételezi a területi önállóságot is. Ugye a horvátoknak jár a nemzeti lét, mert nekik van saját területük, Szlavónia az egy olyan vitás kérdés, hogy most akkor az Horvátországhoz kerüljön-e vagy sem, de a szerb vagy a román önkormányzatnak, területi önkormányzatnak, vagy főleg a szlováknak semmifajta hagyománya nincs Magyarországon. A másik oldalon ezt meg úgy ítélték meg, hogy hát a magyarok megtagadják tőlük azt a általuk jogosnak tartott igényt, hogy ők nemzetként tételezzék magukat, függetlenül attól, hogy ez együtt jár-e a területi önállóság követelésével vagy sem, egyébként többnyire együtt járt. Ugye, hogy mennyire nem a magyar félnek a hajlíthatatlansága, az intranzigenciája volt az oka a nemzetiségi kérdés elmérgesedésének. Azt mutatja az, hogy már 48. március 25-én, tehát ugye 10 nappal a pesti forradalom után, 8 nappal Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése után,
és több mint két héttel az áprilisi törvények szentesítése előtt, tehát amikor beállt a rendszer, már előtte Zágrában a Horvát Nemzeti Párt tart egy nagygyűlést, amelyen úgy határoznak, hogy létre kell hozni a 3-1 királyságot, Horvátországból, Szlavóniából és Dalmáciából, és ez a 3-1 királyság ez nem Budapesthez és nem Pozsonyhoz fog igazodni, hanem elsősorban Bécshez, tehát gyakorlatilag a horvátok között már ekkor megvan a nyílt elszakadási törekvés. Ugye, hogyha megnézzük a társnemzetek kívánságait 48 márciusában, most itt a horvátokat már elmondtam, a szlovákok Liptó-Szent Miklóson szlovák közigazgatást és oktatási nyelvet követelnek, a románok Kolozsvárot, itt a kolozsvári felső oktatási és középszintű oktatási intézmények diákjairól van szó, a negyedik nemzetként történő elismertetésüket Erdélyben, arányos részvételt a közigazgatásban, a magyar megyék, vagy a román megyék, román, a vegyes megyék kétnyelvű igazgatását. Ugye először a horvátok után, mert hát most az, hogy az ágrábi gyűlés mit követel, az egy dolog, a horvátok után a szerbekkel kerül sor ténylegesen a szakításra. Ugye a szerbek Pesten, illetve Újvidéken tartanak gyűlést. Mindegyik gyűlés követeli a nemzetiségük elismerését, szabad nyelvhasználatot a saját ügyeikben, illetve az egyházi ügyekben. Az újvidéki küldöttség, vagy az újvidéki gyűlésnek a küldöttsége az április 8-9-én jelenik meg Pozsonyban. Ugye az országgyűlésen elmondják, hogy hát szeretnék, hogyha a szerbeket nemzetként ismernék el. És Kossuth, aki ugye már kinevezett pénzügyminiszter, de a kormány még ténylegesen nem lépett hatalomra, és a kormánynak a vezérszónoka az országgyűlésen, elmondja nekik, hogy a jogos kívánságaik teljesítésére a magyar nemzetgyűlés, illetve a magyar kormány mindenkor kész, de nemzetként nem tudja őket elismerni, mert Magyarországon egyetlen egy nemzet van, a magyar. Ez ugye a politikai nemzetnek a fogalma. Állítólag április 9-én a Kossuth szállásán még fölkeresték őt a küldöttség tagjai, és György Stratimirovics, egy volt császári királyi tiszt és a szerb nemzeti mozgalom, hogy ismét a liberálisabb szárnyának az egyik vezetője, ismét követeli a nemzetként való elismertetést, és kijelenti, hogy ha ez nem történik meg, akkor ők máshol fogják keresni a követeléseik teljesítését, mire Kossuth állítólag azt vágta volna neki oda, illetve a küldöttség tagjainak, hogy ezek egy felségáruló szavai, és így csak a kard dönthet, ugye ez a döntsön közöttünk a kard. Az én véleményem szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez ténylegesen megtörtént, nincs korabeli lejegyzése, tehát gyakorlatilag majd csak 1848. júniusában jelenik meg híresztelésként egy zágrábi német labban, és az első szűkebb értelemben vett Magyarország lejegyzése pedig 48. októberi, amikor hát már szólnak a fegyverek. Az egész történet szerintem arra szolgált, hogy a konfliktus felelősségét hogyan lehet ráverni a magyarokra. Na most ugye, hogy mennyire ez emellett a verzió mellett szólnak a tények, április 14-én a délvidéki szerbek tartanak egy újabb gyűlést, ezúttal már Karlócán, ez ugyan nincs olyan messze Újvidéktől, de a katonai határőrvidék területén van, ahol ugye a magyar megyei hatóság nem illetékes, és ezen már az önálló szerb vajdaság létrehozását követelik. Nagyon érdekes, ugye, hogy rengeteg különböző kiáltványt, nyilatkozatot bocsátanak ki, egyikben sem szerepel ez a történet ugye a Kossuthnak az állítólagos szavaival, sőt, én magam azt is kétlem, hogy egyáltalán április 14-ére, hogyha meg is történt ez a dolog Pozsonyban, április 14-ére eljutott-e ennek ténylegesen a híre, akár Újvidékre, akár pedig Karlócára, május 13-15-én pedig az újabb karlócai gyűlés már az önálló szerb vajdaságnak, az irányító szervezetét, a Glavni Odbort, a fő tanácsot vagy fő odbort is létrehozza, és ugye megválasztja elnökévé Rajacsics érseket. Na most a vajdaság területe, itt van az első felosztási kísérlet, ugye kiterjedne a Szerémségre, a Bácskára, a Bánságra, Baranyára, valamint a Szerémségi és a Bánsági határőrvidékre. A dolog azért érdekes, mert ezekben a törvényhatóságokban sok esetben a szerbek még a relatív túlsúllyal sem rendelkeznek. Tehát van ezeken a területeken olyan megye, ahol a szerbek még csak nem is a legnagyobb nemzetiség, és összességében sem alkotják egyébként ennek a területnek, a terület lakosságának az 50%-át. Ugye például az, hogy a bánságba beleértik-e Arad megyét vagy nem, ezt se tudjuk, és hát ugye ez mindjárt konfliktust jelent nem csak a magyarokkal, hanem például a románokkal, hiszen a bánsági területek egy jelentős részén ugye a románok alkotják a többséget.
Azonnal felajánlják a politikai szövetséget a 3-1 királyságnak, tehát ugye a kialakuló félben lévő, vagy a horvátok által szándékolt 3-1 királyságnak. Önálló nemzeti gyűlést hoznak létre, és hát ugye azonnal elkezdenek fegyverkezni, május 21-én pedig már meghirdetik a fegyveres felkelést. Amiből egyértelműen következik szerintem, hogy itt egyrészt volt már a kezdetétől ugye volt egy területi elszakadási törekvés. Ez még csak nem is feltétlenül a magyar királyságon belüli autonómiát jelentett volna, hanem ugye ennek a bizonyos délszláv egység gondolatnak a képviseletét, tehát mentek volna a horvátokkal együtt gyakorlatilag közvetlenül Bécs uralma alá, és hát nem lehet elvárni egyetlen egy államtól sem, hogy éppen amikor visszanyeri a saját területi fölötti önrendelkezést, akkor ugye azonnal le is mondjon erről a területi önrendelkezésről. Ugye májusban a szlovákok Liptó-Szent Miklóson már több nyelvű országgyűlést követelnek, hát hogyha belegondolnak, hogy manapság az Európai Unió különböző szervezeteiben is csak szinkrontolmácsolással lehet ezt megoldani, most képzeljék el, hogy Magyarországon mondjuk akár csak, hogyha a legnagyobb nemzeteket vesszük, akkor is legalább 6 nyelven kellett volna szólni a tanácskozásnak, külön nemzeti gyűlést követelnek, illetve szlovák nemzetőrséget. Ugye Erdélyben, mint említettem, a románok a teljes területen ugye a legnagyobb nemzetet alkotják. A magyar szándék az unió mielőbbi kimondása Magyarország és Erdély között, hiszen ez megoldás lehet az erdélyi román túlsúlyra. Ugye a szászok azok félnek az uniótól, mert attól tartanak, hogy ez közigazgatási átalakítással fog járni, ami azt jelenti, hogy ugye a szász egyetemet, ami eleve kicsit szét van tagolva ott Erdélyen belül, ilyen szigetekből áll, nagyjából olyan, mint a Jászkun kerület, hogy ezt majd racionális módon ugye betagolják a magyar megyerendszerbe, és akkor gyakorlatilag elvész a területi önkormányzatuk. Ezért ők egy önálló szász koronatartományt szeretnének, egy Kronlandot, ami közvetlenül megint csak Bécstől függ, tehát itt van a következő elszakadási törekvés. Ugye a románok május 15-17-én Balázsfalván tartanak egy gyűlést, ezen arányos részvételt követelnek a közigazgatásban, román megyék, román vegyes megyék kétnyelvű igazgatását, külön román nemzeti gyűlést, a román nép felfegyverzését, az erdélyi két román határőrezrednek a román nyelvű vezényletét, illetve felállítják azt a követelést, hogy az erdélyi rendi országgyűlés csak akkor tárgyalja az uniót, hogyha a románokat elismerik negyedik nemzetként, és a képviselőik részt vehetnek a döntésben. Ez gyakorlatilag a döntésnek az elodázását, vagy a megtorpedózását jelenteni, hiszen bármilyen aránytalan is lenne ez a képviselet, nyilván a románok lennének többségben. És ugye a balázsfalvi templomban már elhangzanak Simjon Börnucnak, a román nemzeti mozgalom egyik radikális képviselőjének a szavai, hogy nem kell venni a magyar szabadság asztaláról, mert ott minden falat mérgezett. Tehát itt már teljes egyértelműséggel a konfliktusra játszanak. Ugye a pozsonyi országgyűlés, mint említettem, már áprilisban törvényt hoz az unióról, május 30-án az erdélyi országgyűlés és június 10-én történik meg ennek az uralkodói szentesítése. A júliusban összeülő budapesti népképviseleti országgyűlés külön csak Erdélynek a kérdésével foglalkozik. Sok nagyon pozitív törvényjavaslatot dolgoznak ki, de ezek már elkésnek, tehát gyakorlatilag egyikből sem lesz törvény, és ilyen módon lehetővé teszik Erdélyben a helyzetnek az elmérgesedését. Ugye a horvát szábor időközben Jelasics Horvát bán ugye átveszi az ottani hatalmat, megszakítja a kapcsolatot Magyarországgal. Június 10-én független kormányzatot követel. Követeli azt, hogy a Magyar Hadügy, Pénzügyi és Kereskedelemügyi Minisztériumot azt a központi birodalmi kormányba olvasszák be. Ez azért nem egy tipikus horvát nemzetiségi követelés. Szlavónia, a magyar tengermellék, ugye Fiume és környéke, valamint a Muraköz elcsatolását. Tehát itt a horvátok már nem csak a saját maguk által lakott területekre nyújtják be az igényt, hanem azokra a területekre is, amelyek hát egyértelműen a szűkebb értelemben vett magyar királysághoz tartoznak. Ugye Szlavóniát lényegében akadály nélkül szállják meg katonailag, és augusztus 31-én már katonailag megszállják Fiumét és a magyar tengermelléket, ezzel kibontakozik a tényleges fegyveres konfliktus. A magyar fél ugyan fölajánlaná a horvátoknak akár a teljes elszakadást, vagy a personál uniót, de hát ekkor már a dolog ilyen módon nem működik.
Ugye Erdélyben 48. szeptember végén összeül a harmadik balázsfalvi román gyűlés, ez gyakorlatilag érvényteleníti, vagy érvénytelennek mondja ki az Erdélyi Uniót, majd pedig, amikor kibontakozik a katonai ellenforradalom, akkor először spontán módon, majd pedig a császári hatóságok által megszervezett román népfelkelés próbálja meg lefegyverezni főleg a dél-erdélyi magyar nemzetőrségeket, illetve a honvéderőket, és hát ez október közepétől egy nyílt etnikai háború vágyakodag népírtássá változik. Ugye itt elég Zalatnára, Magyar Igenre, Kisenyedre és egyebekre, vagy a későbbi időszakban Nagyenyedről beszélni. Na most ugye eddig a nemzetiségeknek ezekről a törekvéseiről beszéltem, de a birodalmi kormányzatban is megfogalmazódik a gondolat, hogy hát a magyarok túl nagy államot alkotnak, és nem biztos, hogy ez így jó. És akad mindjárt egy derék magyar arisztokrata, Majláth János gróf, ugye 48 előtt az osztrák titkos rendőrség besugója is volt egyébként, később ő tanított a Sziszinek a magyar történelmet, aki már december 12-én benyújt egy tervet az osztrák minisztertanácsnak, hogy hogyan kéne Magyarországot felosztani. És itt ugye láthatjuk, hogy Horvátország, Szlavónia, illetve a Dunabalparti horvát részek lenne az egyik terület, a Bánság és a Bácska keleti része, ez nyilván a szerbeké, Erdélyben a szász és a román területek, itt ugye nem az etnikai elvet követni, a kárpáti szlávok a Morvától az erdélyi határig, ugye ez a szlovák, rutén, ruszin, ukrán rész. Annyiból azért, hogy is mondjam, szitja szíve mégiscsak feldobogott, hogy a vegyes magyar-szlovák megyéket etnikai alapon megpróbálta volna ketté osztani. Ezután jönne ugye a tiszta magyar rész a Lajtától Erdélyig, ezen belül ugye lenne három kerület, ugye a Dunántúli, Dunatisza közé és a Tiszántúli, különvenni az erdélyi magyar és szász területet, és végül pedig a határőrvidéket. Tehát itt azt látjuk, hogy az etnikai elvet, a stratégiai szempontból fontos területeket, ugye a határőrvidék az ide tartozik, illetve a történelmi elvet próbálja meg valamilyen módon összecsiszolni egymással. Az osztrák minisztertanács ezt december közepén tárgyalta, hogy a Windisgrécz hercegnek, a császári fővezérnek is tetszett az ötlet, de aztán valamiért mégse lett belőle semmi. Hasonló tervek születnek az összbirodalmi parlamentben, ami ugye a Magyarország és Erdély nélküli területek képviselőit vonja össze. František Palacki, aki a cseh nemzeti mozgalomnak az egyik vezetője, ő egészen hosszú ideig ragaszkodik a történelmi elvhez. Tehát azt mondja, hogy át lehet szervezni föderatív alapon a birodalmat, de a hagyományos történelmi határokhoz ragaszkodni kell. Ennek egyébként az a magyarázata, hogy ugye, hogyha az etnikai elvet veszik alapul, akkor Csehországból mondjuk a németek azonnal elmennek. Mármint, hogy nem kifelé, hanem ugye területi szempontból leválnak. Januárban, 49. januárjában azonban Palacki már szakít ezzel az etnikai elvvel, és ő 8 területre osztaná fel a monarchiát, ugye az osztrák-németre, a cseh területre hozzácsapná a magyarországi szlovákokat, tehát megvan Csehszlovákia is, a lengyel területekre, amelyekhez hozzácsapná a magyarországi, ugye Kárpát, ukrán, rutén, stb. Területeket. Az illér, ez nagy valószínűséggel az ausztriai, szlovén és egyéb szláv nemzetiségek lakta terület lenne. Az olasz, ugye Lombardia, Veneto, a délszláv, ide mindenki menne, ugye Dalmácia, Horvátország, Szlavónia és a Vajdaság. A magyar, itt viszont az etnikai elv alapján a székely területeket is bevonná, hogy mondjuk a koridort hogyan oldaná meg, arról nem szól a terv. Végül pedig a román, ugye a magyarországi Erdély és a bukovinai. Ebből sem lesz semmi, de ugye arra mutat, hogy itt az etnikai elv az úrrá lesz, úgymond a történeti elven. Miután március 4-én az uralkodó feloszlatja a kremzíri parlamentet, kiadja az olmüci oktroyált alkotmányt, és ebben mintegy mellékesen Magyarországot is részekre szabdalja, leválasztja a magyar királyságot, Erdélyt a Pavciummal, tehát semmisé teszi az uniót és a Pavcium visszacsatolását, a horvát-szlavon királyságot, hozzácsapva a magyar tenger melléket és a Mura közt, ilyen módon mondjuk a horvátokat kielégíti, Dalmácia az nem feltétlenül kerül oda, a szerb-vajdaságot és a határőrvidéket, a szlovákok nem kapnak semmit, mert hogy túlságosan lelkesen álltak ki a magyar forradalom mellett.
Ugye a nemzetiségek alapvetően csalódnak egyébként emiatt, tehát a szerbek sem különösebben elégedettek, és hát ugye magyar részről már ekkor megszületik az első terv, igaz, hogy akkor Párizsban Teleki László gróf részéről, aki ugye azt mondja, hogy nem csak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. Ha valamit akarunk Ausztriával szemben, akkor igenis területi autonómiát kell adni a magyarországi nem magyar népeknek. Ebben egyébként teljesen egyedül volt a magyar politikai eliten belül, tehát a területi egység gondolata az egy olyan vörös fonal volt, amin a magyar politikai elit nem volt hajlandó átlépni. Az más kérdés, hogy 48 után ugye különböző konfederációkban gondolkodva próbálták ezt megoldani, de Magyarország területi felosztása az senkinél, ugye főleg a magyarországi elitnél nem nagyon jött szóba. Itt nagyon elment az idő, ezért, hogyha megengedik, egy kicsit fölgyorsítom magam. Ugye 49. júliusában van egy nagyszabású törekvés arra, hogy megpróbálják ezt a kérdést rendezni, és itt lényegében azt mondhatjuk, hogy először a románokkal kötött megbékélési tervezetben, ugye 49. július 14-én, majd a szegedi országgyűlés által július 28-án elfogadott nemzetiségi határozatban, vagy nemzetiségi törvényben nagyjából megadják mindazt, amit mondjuk 48. márciusában a magyarországi társnemzetek, nemzetiségek követeltek. Sőt, ugye a megyei igazgatásban, a belső igazgatásban is jelek mutatkoznak arra, hogy a magyarok hajlandóak lennének belemenni a kétnyelvű igazgatásba, vagy az adott területek nemzetőrségének a nemzetiségi nyelven történő vezényletébe. Fölvethető a kérdés, hogy ez sok vagy kevés. Területi autonómia nincs, de azt mondhatjuk, hogy amit az állami egység veszélyeztetése nélkül meg lehetett adni, azt nagyjából megadták. Ez alapot jelenthetett a jövőre, ugye erre épül később a Kossuthnak a kütahjai alkotmánytervezete, vagy a Dunai Konföderáció tervezete, és ugye még egy dolog fontos, hogy amikor a magyar fél szembesült ezzel a problémával, akkor nem az etnikai tisztogatás útján próbálta megoldani a dolgot, vagy nem a lakosságcsere, vagy ilyen jellegű dolga, hanem az adott tényezőknek a felhasználása mellett ugyanazt a jogkiterjesztést folytatta, ami az áprilisi törvényeket jelentett, vagy ami az áprilisi törvényeket is jellemezte. Én azt gondolom, hogy 48-49-ből nem vezetett egyenes út Trianonig, amit ugye az is mutat, hogy akár a neoabszolutizmus időszakában, azon belül 1861-ben vagy 67-ben még születnek olyan kezdeményezések, ugye 68-ban maga a nemzetiségi törvény, ami megpróbálja kezelni ezt a helyzetet. Azonban az kétségtelen, hogy ugye a magyar politikai elit kezében nem voltak olyan eszközök, amelyek a magyarországi lakosságnak az etnikai összetételét alapvetően megváltoztathatták volna, és ha előbb nem, utóbb nem, nyilván ez a szétválás ez megtörtént volna. 48-49 arra figyelmeztetett, hogy ezt a kérdést ezt valamilyen módon kezelni kell. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!